hivatalos bejelentkezésünk a 2010-es terepgyakorlatra, a Sanofi Aventis Veres Egyházai telepén jövünk éppen el. Ez a magyarországi négy telephely közül az a gyár, ahol a szilárd gyógyszereket készítik és csomagolják. Először az Atomkiba mentünk be, ahol úgy volt, hogy eredetileg mindenki bement volna egy kis időre, de aztán végül csak a fizikusok mentek be, és a biológusok pedig az élettani intézetbe. Evolúció és molekuláris biológia. Ez az alatt elég emelt volt. Akkor mi volt? Valamilyen molekuláris biológia. Igen, de hát a leginkább baktériumokkal, meg fehérjékkel. Igen. Meg ilyesmikkel foglalkoztak. Mert hogy az előadás maga az arról szólt igazából, hogy a DNS önmagában semmit nem határoz. Mármint, hogy nyilván mindent meghatároz, mert az az alapja. De hogy igen. De hogy van, igen. Kék, mint hogy a könyvlapban. És utána... Megnéztük az ott lévő laboratóriumokat, amik analitikai felszerelésekkel voltak. Az jó hosszú volt, hogy ott már mindenki láttam a délután. És, ja, és most nézzük meg a TVK-ból hozott DVD-t, amiben a polipropilén gyártására.